egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Ezek után Pál eltávozott Athénből és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban elleneszegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik. Véretek a ti fejetekre szálljon! Én tiszta vagyok! Mostantól fogva a pogányokhoz megyek! Ekkor eltávozott onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Crispus, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal Pálra támadtak, a törvényszék elé vitték és így szóltak. Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak. Ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok! Mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni! Aztán kiutasította őket a törvényszék elől. Ekkor valamennyien megragadták Szósztenészt, a zsinagógai elöljárót, és ütlegelték a törvényszék előtt. De Gallió mit sem törődött ezzel. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt. Azután elbúcsúzott a testvérektől és Szíriába hajozott Priscillával és Aquilával együtt, előbb azonban megnyiratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Efezusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába és vitázott a zsidókkal. Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta. Ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten úgy akarja. Aztán elhajózott Efezusból. Miután Cézáreába érkezett, felment, köszöntötte a gyülekezetet, azután lement Antiókiába. Ott időzött egy darabig, majd útra kelt, sorra végigjárt a Galácia vidékét és Frígiát, erősítve valamennyi tanítványt. Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Aquila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt.
Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus.